Rendőrségi pecsét a Bátai ház vaskapuján. Itt ölte meg legjobb barátját egy 60 éves férfi. Évtizedek óta jóban voltak, de tavaly egy nő miatt megromlott a viszonyuk. A 60 éves férfi egy baltával verte szét barátja fejét, a holttestét a pincébe rejtette el, és oltott meszet öntött rá. Azóta börtönben ül. A 2019. október 18-án történt gyilkosság ügyében csütörtökön távmeghallgatást tartott a szekszárdi törvényszék. Az egész napos közös italozás után a sértett nem akart hazamenni, mert a vele élő nő előző este is bántalmazta, amiért későn ért haza. A vádlott szerint innen származhattak az egyéb sérülések a sértetten, hiszen ő csak a baltás bántalmazást ismerte el. És a Misi mondta, hogy rendben van, de előző nap is a Zéva kiabáltatára rendelben később érkezett haza, és akkor mondta meg, hogy maradni jó. Ezután ittak még pár pohárral a vádlott otthonában, majd elaludtak a kanapén ülve. A vádlott arra ébredt, hogy a valószínűleg álmodó barátja szexuálisan kezdett hozzá közeledni. Hirtelen álmodó ébredtem, hogy valaki őt ez nagyon felzaklatta, mert 19 éves korában volt egy rossz homoszexuális élménye, ezért támadta sértetre és kapta fel a szobában lévő baltát. Három szakértőt idézett be a bíróság az ügy előrehaladásának érdekében, de ezt stábunk már nem várhatta meg.